Kutya vásárlásakor nagyon körültekintően kell eljárni, ugyanis a kutya egy 10-15 évre szóló hosszú távú befektetés, illetve egy partner, akivel a további életünket együtt fogjuk élni. Nagyon fontos az elején meghatározni, hogy milyen feladatrendszerre választjuk azt a kutyát, illetve hogyha semmilyen feladatrendszerre nem akarunk kutyát, csak egy társat szeretnénk, akkor milyen tartási körülmények közé fog kerülni. Meg kell győződnünk arról, hogy melyek azok a kutyafajták, amelyek szimpatikusak nekünk. Utána kell néznünk, hogy ezek a kutyafajták milyen céllal lettek kitenyésztve. Aztán abban is körültekintőnek kell lenni, hogy a fajta standardben előírt tenyésztési célnak a jelenleg tenyésztett kutyák megfelelnek-e, illetve alkalmasak-e. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sok olyan kutya van, amelyet valamilyen célra tenyésztettek ki, de napjainkban már nem használják arra a célra, csak szépségre tenyésztik. Ennél fogva a fajta standardben előírt pszichikai tulajdonságokkal kevéssé, vagy semmilyen módon nem fog rendelkezni ez a kutyus. Ha pedig keverék kutyát választunk, olyan eredetű vagy származású kutyát, amelyiknek nem tudjuk a felmenőit, illetve azt sem tudjuk, hogy miféle benyomások érték őt az előéletében, akkor meg kell győződni, hogy jelenleg éppen ez a kutyusnak milyen az általános viselkedése, és mennyire hajlandó ezen változtatni. Kutyavásárlásakor, illetve kutyaválasztásakor nagyon fontos a szimpátia. Ha egy alomban több kiskutya van, nagy valószínűséggel megtalálja a gazda azt a kutyát, amelyiket kereste, ha pedig semmiféle érzetet vagy érzést nem kelt benne ezeknek a kiskutyáknak a jelenléte, és azt gondolja, hogy másként viselkednek, vagy másként néznek ki, mint amire ő gondolt, akkor semmiképpen nem szabad közülük vásárolni vagy választani. Azt gondolom, hogy ha van ilyen, hogy a vonzás törvénye, akkor ez alapján mindenki meg tudja találni a saját kutyáját, figyelni kell a megérzéseinkre. Én nagyon sok ügyféllel vagyok kapcsolatban a kutyaiskolában, és szinte kivétel nélkül mindenki úgy választott kutyát, hogy szinte a kutya választotta a gazdát. Valamilyen viselkedésformát produkált, ami nagyon megtetszett a gazdának, vicces volt, vagy bájos, vagy szimpatikus, és ilyen módon került a vezetőjéhez. Ha egy átlagos képességű, átlagos pszichikai képességű kutyával remek eredményeket lehet elérni a rendszeres és szakszerű foglalkozással, de mindenképpen időt és energiát kell szánni rá, hogy kialakítsunk olyan viselkedésformákat, melyek következtében egy kellemes partnerré válik a szelebúrdi társunk.